Sziasztok! A mai videóban az izületvédőkről fogunk beszélni. Nézzük is meg, hogy mik azok az izületvédők. Az olyan anyagokat jelenti, amelyek hatásmechanizmusukkal az izületek megfelelő működését támogatják. Segíthetnek csökkenteni az izületi fájdalmakat és a test merevségét. Sérülések esetén felgyorsíthatják a sérült szövetek gyógyulását és a visszatérést a mindennapi tevékenységekhez és a sportoláshoz. Nézzük meg a típusait. Az izületvédők lehetnek egy és több komponensűek. Az egykomponensűek különálló anyagok, amelyeket kombinálva szoktak használni a maximális eredmény eléréséért. A leggyakoribb és legalapvetőbbek közé a porszemeget alkotó építőanyagok tartoznak, mint például a glükózamin, a kondroitin szulfát, a hidrolizált kollagén és a kettes típusú kollagén. Ide sorolhatjuk például a gyulladás csökkentő anyagokat is, amelyek szintén enyhíthetik a fájdalmakat. Ilyenek például az MSM, az omega-3 zsírsavak, a gyulladás csökkentő gyógynövénykimonatok és a nem denaturált kettes típusú kollagén. Ide tartozik például a C-vitamin is, amely hozzájárul a porcok és a csontok megfelelő működéséhez, valamint a kollagén termelődéshez is. Az egyes anyagokból a saját táplálkozás kiegészítőket is összeállíthatjuk, leginkább tabletta, kapszula vagy por formájában kaphatóak. Nézzük meg a több komponensűeket. Ezek több anyag keverékei, amelyek többféle hatásmechanizmussal rendelkeznek, és ideális esetben támogatják egymást. Ezen kívül olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek elősegítik a bennük lévő anyagok felszívódását, mint például a bioperin, azaz fekete bors kivonat. A legtöbb esetben összetett por állagú keverékről van szó. A hatásmechanizmus miatt a minőségi komplex izületvédőknek mindenképpen tartalmaznia kell azt a három jól bevált hatóanyagot, ami a népszerint a glükozamin szulfát volt, a kondroitin szulfát és az MSM. Az izületek egészségét támogató egyéb anyagok közé tartoznak például az indiai tömjönfa kivonata, amelyet leggyakrabban az izületi fájdalmak csökkentésére és a mobilitás támogatására szoktak alkalmazni. A kurkuma, amely esetében szintén gyulladás csökkentő hatást figyeltek meg, illetve például a hialuronsav, ami kenőanyagként szolgál a porcok között és használata az izületi fájdalmak enyhítéséhez és a mobilitás javításához vezethet. Nézzük meg, hogyan működnek, mire jók, hogyan és miben tudnak nekünk segíteni. Az izületi fájdalmak leggyakoribb oka az izületi porc károsodása. A porc feladata az izületi fejben a csontsúrlódás megakadályozása és a problémamentes mozgás biztosítása. Amikor a porc megsérül, más funkciói is rosszabbodhatnak, mint például az ütés-elnyelés az izületekben. Az izületekben ekkor az izületi fejek fokozottan súrlódnak, és gyulladásos izületi betegségek alakulhatnak ki. Ez például az izületek merevsége, duzzanata, fájdalma és korlátozott mobilitása jellemzi. A porc tömege az életkor előre haladtával természetes módon csökken, tehát az izületvédőknek az egyik alapvető táplálékkiegészítőnek kellene lennie az egészséges öregedéshez. Az izületvédők tehát építő és gyulladás csökkentő anyagokat biztosítanak. Ezek fontosak a porcok regenerálódásához és az izületi fájdalmak enyhítéséhez. Nézzük meg, mi az izületvédők fogyasztásának fő előnyei. A mozgás szerverendszer egészségéről való átfogó gondoskodás részei támogatják az izületek optimális működését, valamint felgyorsítják a sérült szövetek gyógyulását és a visszatérést a mindennapi tevékenységekhez és a sportoláshoz. Ezen kívül csökkentik az izületi fájdalmakat, a merevséget, a korlátozott mobilitást, illetve a kutatások szerint bizonyos összetevők képesek lehetnek lelassítani a porcok lebomlását. Nézzük meg, kiknek javallott. Sportolók számára, akik néha naponta többször edzenek, intenzíven terhelik az izületeiket, és így nagyobb a kockázata a mozgásszervrendszerük sérülésének. A nehéz fizikai munkát végző embereknek is javasoljuk, ilyenek például az építőmunkások, raktári munkások, egyéb fizikai munkások. Ennek az az oka, hogy a munkahelyükön ők gyakran nehéz tárgyakat cipelnek, állandóan mozgásban vannak, vagy lehet, hogy teljes munkaidőben állniuk kell. Akiknek még nagyon javasolt azok az idős emberek, a vázisizomrendszer számos megbetegedése, mint például a reumás vagy más típusú izületi gyulladás összefüggésbe hozható az öregséggel. Súlyfelesleggel és túlsúllyal küzdő embereknek is javasoljuk, izületeik, különösen a csípő és a térdüzeleteik nagyobb igénybevételnek vannak kitéve a plusz kilóik miatt, emiatt fokozott a váz- és izomrendszeri sérülések vagy megbetegedések kockázata. És ne feledjük az izületi betegségekre hajlamos embereket sem.
Nézzük meg, hogyan és mikor használjuk. A kívánt hatás elérése érdekében az izületvédőt napi szinten kell fogyasztani, több hónapon vagy akár éveken át. Hatása körülbelül 2 hónap múlva várható. Választhatjuk a megfelelő összetételű komplex izületvédőket, vagy több egykomponensű anyag felhasználásával saját magunk is elkészíthetjük a megfelelő táplálékkiegészítőt. Nézzük meg, hogy miből mi ez a mennyiség, ami hatásos lesz. Glükozamin szulfátból például 1500 mg-ra van szükségünk, kondroitin szulfátból 1200 mg-ra, MSM-ből akár 3000 mg-ra is, hidrolizált kollagénből például körülbelül 10 g-ra, kettes típusú kollagénből 40 mg, C-vitaminból 60-200 mg, amire szükségünk van, omega-3 zsírsavakból 250 mg EPA és DHA 1-3 g-ig növelhető, indiai tömvényfa kivonatból 2400 mg-tól 5400 mg-ig is szükségünk lehet, kurkumából 1500 mg, de itt arra figyelni kell, hogy a felszívódás növelésére ugye ezt a bors kivonatot használjuk. Hialuronsavból körülbelül 80-250 mg-ra van szükségünk. Én személy szerint a marha kollagént szeretem a legjobban, mert ez az, amelyik a legtöbb mindenre jó, tehát öregedés ellen, emésztőrendszeri regenerációhoz, izületvédelem szempontjából, tehát én szerintem ez a legkomplexebb, hogyha úgy mindent leszeretnénk fedni. A hal kollagént is nagyon szeretem, mert az a legtisztább és legkönnyebben emészthető. Vannak olyan egészségügyi kondíciók, amikor a halat preferáljuk, de igazából nekem a marha a kedvencem. A Jim Beam kínálatában többféle kollagént is találhattok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Írjátok meg kommentben, hogy mi az, ami nektek bevált, vagy esetleg, hogyha kérdésetek van, akkor ezt nyugodtan tegyétek fel. Sziasztok!